Ez itt egy újabb végigjátszás, és hát Oscar csodálatos Dark Souls végigjátszáson nagyon megtetszett. Nem, én is kedvet kaptam, hogy hasonló típusú játékkal játszok. Én korábban ezt a játékot bemutattam, illetve kicsit játszottam vele. Egyébként még ha jól leszem pont egy laptopon, ugye, és Krakóba. Akkor ott dolgoztam. De hát akkor én nem sokat játszottam vele egyébként. És nem is tudom, hogy szerintem angol, nem magyarul. Viszont ez most meg fog változni. Vagy ezt láthatjátok, nem sem magyar felirat van. Jól le van, a feliratokat megjelenítjük. Ugye? Jó, oké. Egy kicsit módosítok egy kicsit, van az árnyék ne alacsonyan legyen. Nvidia turbulencia. De még van-e ilyen? Nincs olyan elmosódás, nem szeretem. Ha jó, van aki, akkor újraindítjuk. Na hát akkor... itt innen folytatjuk, mert csak az újraindítottam. Beállítottam pár dolgot. A Lords of the Fallen című játék kapcsán, ami ugye a... hát csak azt mondja, Dark Souls klónok táborát gyarapítja. No, hát már voltam egy-két helyen, de ezeket most törlöm szerintem. Miért nem megy? Ezt nem értem mondjuk, hogy miért nem megy át másikra. Na szóval új játék, mentésfásokat választhatunk, hogy melyik három ágban akarunk igazából érvényesülni. Itt a varázsló, az ilyen íjász és tör, kalandor, illetve tolvaj. Vagy ilyen ez a harcos, de ezt a valók ennél. Uralkodás művészete azt jelenti, hogy tiszta erővel és hatalmas varázslatokkal kerekedj felül ellenfeleiden. Ja, akkor bocsánat, akkor úgy általában inkább a képességek. Szerintem nem tudok ennél. Most akkor itt ugye van ez a három karaktertípus, és már mondjuk végül is a pap, az lehet, hogy inkább jobban járna. Na, hát akkor maradok ennél szerintem. És akkor én a pappal leszek. Így készültem az északi szervezetes a kovácsot. A mobilitás és a védelem közötti egyensúly párosul egy filmetes tompa fegyverrel magas minőségű pajzs teszi ezt a készítettet sok oldalúval. Ennek a nyelvét beatolva, bár mondjuk gyorsan mozdul, de tőlük olyan kicsik, hogy egy csomó ellenfélre nagyon nagy hátrányt élveznek. Ennek pedig sokszor kicsi a kardja, meg a nehéz páncél nagyon lelassítja. Ez meg közepes páncélra van, úgyhogy ez ilyen köztes karakter, és tud varázsolni, gyógyítani, stb. Plusz rohadt nagy fegyverei vannak, tehát messzebbre elhat. Itt láttuk felszerelések. Egy kalapács, egy pajzs, meg egy vért. Életre gyógyítanak 3, mágia energia szilánk 1, imádcsak varázslat feloldva. 11-es életre, 14-es hit, én neki inkább ez a 2 fog kelleni. Nehéz páncél jobb védelmet biztosít ugyan, de hatása van a mozgékonyságodra és a kitartásodra, hát ezért nem választottam most azt. Próbáltam egyébként azt a karaktert is. Hozzá kell tennem. Ezt az új szemüveget meg kell szoktam, nem tudom, elég furcsa, most ma vettünk új szemüveget, mert régi 5 éves volt, és már cserére szólult. Legújabb, legerősebb szemüvegekre is 2-3 garit adnak max állítólag, úgyhogy... igen, itt aztán volt egy isten, akit levertek. Creator and destroyer of worlds. Hear my vow. Na itt a kalapács. Hear my vow. My vow of defiance.
Még sokan elúzták a játékot, nem tudok utasra. Praktikailag 14-ben nagyon jól nézett ki, nem csak hogy a Dark Souls-oknál nézett ki jobban, hanem sok más játéknál. Megmozza mindenki egészítőt. Egy-kettő ilyen, hát ilyen kozmetika, meg egy kit plusz 40-en kívül. Ilyen fontos kiegészítő, megmondta. Ez mind Steam-en van meg. Kiegek ilyen 6-700 forintig voltak beszerezhetőek. Az alapjátéken 1500, szóval nem egy drága dolog volt. Zárókő, Isten közelhegység. Nem gondolom, akkor azt innen ezért hívják Isten közelhegységnek. Egy másik időben, egy másik háborúban. Olyan alternatív időségok is vannak, erre nem emlékeztem. The monastery's ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Küzdelmi rogárral igen nagy kihívás. Az alapok elsajátításához közelítsd meg az előtte álló martalócot. Az első gombok használtam. Igen. Aztán Q-val lehet bejelölni, vagy mi a... Harc első számú szabálya a figyelem. Fordulj a kamerával az ellenfeledre, ez nyom meg az egész gombot. Figyeld az ellenségre, tenélkül megjön a két zárójelet és a hangjelzést. Ezt a stratégiát nagyon gyakran elfejtik a tapasztalatlan harcosok. Ja, akkor középső gombbal tudjuk bemérni. Jobb gombbal védekezünk. Az időzítés, az ellenségek cselekedése ugyanaz a szabálykörülések, mint a kérdre megtartalítatóak, mint most a martalósz. Ez egy tökéletesen időzött csapáshoz tartozó gomba. Próbálj ki egy gyors találatot a bolegér gombbal. A fegyvereknek különböző mozdulatsorai vannak, ez azt jelenti, hogy nem minden csapás fér bele az időzített ablakba. Most meg ne állj, ennyi oda gombot, akkor következő csapásra a támadás még erősebb lesz. Jobb gombbal kitérünk. Nehéz csapások azt mondom, működnek, mint a gyorsak, csak több időt ezt a hígével cserébe nagyobbat sebeznek. Nyomj át, hogy komolyabban oda csapja a martalószal. Folytatod a nehéz támadás. Marc második szabálya, gazdálkodás. Képernyő alján találhatod narancsárga csík, a kitartásod. Kövess nyomon, miközben harcolsz. Újra termedik azonban a legtöbb tömékenység fogyasztja azt. Mellesleg gratulálok a győzelmethez. Nyom meg a balegyőzött kalandjai megkezdéséhez. Mindhárom csika képernyő olyan életerő, piros kitartás, narancsárga és mágia kék fejleszthetőek. Szerzetes megfejtése feloldva. Kásló segít az ember vezetőjének, Antanasnak a megtalálásával és megmentésében. Beszélj Kaslóval. Azért ennek még könnyebb az irányítása, mint a... A Dark Souls-nak. Egyébként itt is azt hiszem újraélednek a... Erre nyitogatunk. Oh! Basszus, ezt nem láttam. Jönni. Egyébként 2 TP. Már csak... Megszívtam. Nem lehet kinyitni.
fáradtam. Nincs itt semmi. Ja, erre kell elvileg tovább menni. Ha itt fölmegyek, akkor mi van? Ez mi? These things keep coming. We fight back, but there are too many of them. It is sickening to see them move. Their limbs twist and turn in ways they're not supposed to. And their smell. It's like fire and death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It burned, and it burns deeper into me. Sehogy nem tudok menteni. It's locked. The man we're looking for. How will we find him? He's the leader of all humanity. If we find his guards, we'll find him. So far I've seen only corpses. No survivors. The Rogar have clearly breached the walls of the monastery. Antanas would have given his life to protect his people. If he is alive, then some of them might have survived too. The man we're looking for. How will we find him? He's the lead. That is what I wanted. There must be some way to open this door. A switch, perhaps, or a key. We need to find a way to get to the other side. Te vérzel, azt is akartam volna kérdezni, de elmengedte. Na mindegy, erre fel kell menni. Gondolom én. Főzet megásra visszaállítja eredetileg részét, de várj, az ivás időbe telik. Ez mi? Tűzállóság szilánk. Ja, aztán lehet találni itt ott a cuccokat, úgyhogy érdemes mindent szétszedni. Például valami. Jól látom. Hogy lehet itt bemenni? Aha, így. Üres palac. Azt kell. Azt hogy tudom meginni? Ez arra kéne rájönni, ezt hogy iszom meg. Lehet, hogy a leltárból raktam. Ellenszegülés, kalapács.
Ez nem igaz, hogy hatalmas rázsot vihetsz végbe egy egyszerű fegyverrel, de egy igazán nagy fegyverrel, ami elég akarod és önbizalmat ad, bármit megtehetsz. 8-as erőkkel, erőnövekedés 200%. Ez nem rossz fegyver lenni, van meg jobb is gondolom. Életerő ital, ha itt vannak az italok, rúnák, fegyverek, pajzsok. Ez dekoratív pajzs, ami díszekkel van kirakva a kovácsokba, ugye lehetett volna a tartosságra, mint a külcsénre. Páncélkesztyű, lábszár. Nagyon jól lekerekített páncél elegendő védelmet és egyensúlyt biztosítva a stabilan tartásához, különösen varázslás közben. Van fizikai májakos védelem, tűzelem, méreg és villámállóság. Közepes páncél, nagyon jól lekerekített páncél. Erre ugyanazt mondja igazából. Jó. Na, akkor mágia energia szoránk. Szilán kéken ragyog, élei pedig olyan élesek, akár a jég folyékonynak látszik, mely mozdulatlan. Gyengén, de ragyog is érzed, hogy hát a mágia hatalomra kell. A szilánk újra tölti a mágikus varázs erejét. Vagy mágus varázs erejét. Tűzállóság szilánk. A lángok szilánkon csillannak meg. Egyesek szerint a tűz lényeg, hogy megfékezze a dimenziók közti összecsapást, és bezárja azt a kristálybörtönébe. Úgy érzed, hogy forra vér az erejében, hogy gyomor lángol, de az érzés nyugtató, úgy érzed, hogy képes, hogy ellenállni a pokoli lángoknak. Érdezik egy ilyen tűz ellenálló életerő gyógyítal. Néhányan az özvegy itókájának nevezik, gyásszal átítatott. A mások az ördögitalának hívják, retentő ástaposságot okoz a gyenge elmélyeknek. De a harcosok, akik a csatom ezért használják, egyszerűen csak megmentőnek nevezik. Arra kényszerít a szívet, hogy kétszer gyorsabban verjen, dupla mennyiség adrenalin pumpával. Meggyógyítja a test és az elmesebeit használ, azonban bölcsen a harcélnek, vagy épp, hogy aranyat ér. Hát egyelőre nem használom szerintem. Karakterfejlesztés. Hit megnöveli a használható mágia mennyiségét, amit varázslatokkal és fáncélkesztyűvel használhatsz. Ezen felül növeli a varázsfegyverek sebzését is. Értelő összességét határozza meg csekély hatással a gyógyítalak hatékonyságára. Erő nem csak a kiasztott sebzésre van hatással, hanem az erő alapú fegyverekre is, de emellett némileg növeli a nehezebb felszerelés cipelésének képességét. Kitartás hatással az erőlétedre és jelentősen megnöveli a nehéz felszerelések cipelését. Mozgékonyság növel egy gyors fegyverekkel kiasztott sebzés, de enyhén erőgyen növekedést is biztosít. Szerencse. Több szerencse szükséges ahhoz, hogy jobb vitalokat kapja az ellenségek megölésére, de segít abban is, hogy jobb alapanyaghoz juss tárgykészítéshez. Mágia pontok és tulajdonságpontok. Tulajdonságok. Imádság. Az alatlan krómai vonzza az ellenség figyelmét, hogy hárkéne néz utasson. Idővel az egészséget is helyreállítja. Ez nagyon jó, akkor jó választás volt. Kosra meg is. Ez... imádság. De én ezt választottam. Ez hogyan van ez? Most nem értem. Szükséges hit következő szint 12. Egy mozdulatlan kolonom, hogy magára mondja az első figyelmét, az elnéző utatja hárként. Védőurok, mert nagymértékben megnöveli a védelem minden típusát és tükrözi beérkező sebzéseket. Egy hatalmas erő, mely félelmet okoz az ellenségekben, lassítja őket és csökkenti védelmüket. De akkor itt elvileg ugyanaz van, csak máshogy néz ki. Érdekes. És ezt én hogyan tudom használni? Mindjárt majd gondolom elmondja. Naplók. Az őr. Ezt már felolvastuk szerintem. Rogár. Régi története. Aztán van mit olvasgatni. There are too many of them. It is sickening to see them move. Their limbs twist and turn in ways they're not supposed to. And their smell. It's like fire and death creeping up the walls. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It burned. That was deeper into me. It is in me. And it is changing me. My skull. The bones are moving. Growing. It does not feel like poison in my veins. More like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Ez
ezeket még könnyű megölni, de az is ilyen. De valami minimális. Hoppá. Nézd, mit találtam. Energia szilánk. Ezt gondolom a kitartást növeli. Dear father, the fires on the horizon, they are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel that. You can always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please, please, be safe. Ide be tudunk rakni egy rúnát, de ez ismeretlen. Kis a mennyiségű rúnaanyag az anyag, egy bizonyos rúna szimbólumra legális hatása csak egy erre-célre felkészített rúna kovács vethet fel. Energiaszilánk a hírnek ereje. Azt mondják, hogy megerősíti használni a testét. Aki elfogyasztja rövid ideig, megnövekedett energiaáramlást érez. Úgy érzi, mint egy kellemesen vizsergő szilánk ragyogna a tenyerében. Olyan, mint a belsőben lévő rejtett energia bármikor felrobbanna felszabítva ezzel teljes potenciálja. Mi nem tudom fölvenni, basszus. Hol lenne, ha föl lehetne venni. Ez mindjárt lesz még szerintem. Ott van. Ez más. Jól tesz. Óriási kulcs. Az ő, ez így hátra lámkodik-e. Ez azt hagytam használni. Beállításom. Mészállás, végül bajs képesség. Q. X. Azt a Q-val tudok ilyet csinálni, bajs támadás. Imádság. Igen, és az hogy varázsolom elő? Varázslatok. 1-es, 2-es. 1-es. 2-es, aha. És hogy mire is jó? Hol volt? Aha. Na, akkor azt lehet, hogy betolom itt fent. 2-es. Aztán ennek a mágikus portálnak helyére és többre is megnyílik, miután végezte egy folyamatos ellenséggel egy ellenség, egy portál. Mindig akad jutalom a túloldalon, de nincs mindig ingyen. Waiting for. Nem nyitom ki, hát jaj, ne, megint itt van. Basszus, úgy már meg. Basszus.
he loaded. Ennek erősen nem felek. Ja, egyes se tudok inni. Aha, kettesen varázslok, egyes se viszok. Hogy lehet hallani, mikor fárad el a lihegés pontossága okán. A nagy ellen érdemes ezt a izét használni, ezt a varázslatot. Ez így nekünk indul. Tér vissza, igen, ezt látta ide. Az XP-t azt viszont hol látom? És ezt nem tudom kinyitni. Hol látom az XP-t? Nézzük ki számolni. Szilánk. Tudnám miért. Az a vicces, hogy a zegére tudjuk összerállítani, hogy merre is. Ó, basszus, ez még itt van, mert nem azt akartam, ezt akartam. Most ez nem jön.
Azt mondja, hogy nagy ellenfelet legyőzöl. Legyen olyan aktiválódott. Még kéne, hogy aktiválódjon. Érdekes. Energiaszínálok. És még nem aktiválódik. Ezt nem értem. De ez csak itt. Csak mi volt a szellem egyesít a szilánk-szilánk, természetes érzetekkel. Nem tudod kivenni kedve ezt az érzést, hogy mint a valami kristály belsejéből figyelmeltél, és mint a saját arcot tekintene vissza rád. A kristály közöpő úgy néz ki, mint a ködből vagy felből szőtték volna. Az újra történő megkacogtatása vizsergető érzést kelt. Úgy érzed, mint a tested egy része lenne egy fantomvétel, még soha nem volt. Viszonylag szerzed azonnal a szelmed és benne tárolt tépét. Hát... megnyomtam. És nem tudom, hogy mi történt. Konkrétan visszakaptam. Nem úgyték. I found a... what are you... I could use some help. Here. This might be useful. Pedig a gép, de hát nem csoda. És mit adtam, ja? Ezért. Mit adott? Egy lesz az első, de az... sajnos. Többet nem tudom használni. Nem már. Jó, basszus. De jó. Hát jó. Gyere, gyere.
próbáljuk még újra ökölmarázsolni ezt a nyelvpercet. Na, mire van ki? Ki? Lesz is a tudom. What was that? One of those lords Caslow keeps talking about. Hát ott a sárk képkedes kard. De ez miért jó? Kutyagatos a sebzése. De az 15-ös erő kell hozzá, ez nem igazán lábom. Azt mondják, hogy rovarok elves ellenfelek, és akik harcoltak volna, és túlhaték soha nem feledik. Érdekes. Állóképessége jó, meg a súlya is sokkal nagyobb, meg lehet belerakni valamit. Gondolom rúgnát, vagy nem tudom. Fizikai védelme egy kicsit nagyobb, de... Igen, lepecsételt rúna. Nagy mennyiség runa anyag. Az anyag egy bizonyos runa szimbólum reagálás hatását csak egy ilyen korosztályon azt továbbra sem használjuk. Jó. Karakterfejlesztés. Ellenség legyőzése után jár a tapasztalat pontok mindaddig nálad maradnak, amíg nem úgy nem tudsz, hogy beváltod, vagy amíg nem halsz meg. Minél többet hordasz magadnál, annál nagyobbak a italok az eleshetelenség után. Azonban nem akarod elveszíteni ezt, amit jelenleg nálad van, beváltatod azt olyan szilánknál, mint ez. Megakadályozza a halálod esetén bekövetkezendő veszteséget, de alapfejezetet teszi a TP-szorodat, így ez egy kompromisszum. Mentési szilánknál tulajdonság és magia pontokra költött el a megszerzett tapasztalatot. Tarts nyomva az embert, hogy varázslatpontokra vagy effet, hogy tulajdonság pontokra költsd. Tehát a karakterfejlesztés kifejezően teheted meg, amikor egy mentési szilánk közében tartózkodsz. Nyomj eszket, ha most nem akarod elkötni a tapasztalatpontjaidat, velünk az esetben nyomj itt a kipróbálásához. Hát, de most kipróbáljuk. Itt, ja, igen, igen, láttam. Igen. Ezt fejlesztem,
következő szint 12. Nem tudom nyomni. Nem értem. Sem értem. 15-12. Azt sem tudom valamiért. Na mindegy, akkor... Mágia pontok. Ja, ezt így kell, aha. Kapok egyet. Így meggondolom. Ezzel is egyet. Igen, és akkor így tudom, aha. És ez mibe kerül? Semmibe. Ja, akkor tudok így választani, aha. Hát inkább ezt tolom be szerintem. És akkor a tulajdonságok... Na, és tudok egyet tolni. Ami legyen az erő szerintem most perfil. Itt pedig akkor ez. És akkor hogy tudok váltani? Kezdték. Ez egy használ. Ja, aha. Igen, viszont akkor így kevesebb XT-t kapok következő ellenfelekén. Akkor az gáz. Arra fele kell majd tovább menni. Jó, hát akkor innen fogjuk folytatni szerintem. Azt kell megnézem, hogy mivel váltok. Lassú szénsétát. Rajzsadok váltogatása X. Jó, tehát akkor... Jó, innen fogjuk folytatni, eddig is búcsom tőletek. Sziasztok!